A búcsú időszaka Ercsiben az augusztus 11-i rácmisével vette kezdetét. Az ercsi nagyboldogasszony kegytemplomban a jorgováni kórus dalaival várták a vendégeket. Itt Darnai Ágoston horvát nyelven szólt a hívekhez, a tököli egyházi kórus pedig szintén horvát nyelven adott elő egyházi énekeket. A mise végeztével a hívek elhaladtak az Illír Rácz Madonnak egykép előtt, majd zászlóikkal a művelődési házba vonultak, ahol a jorgováni kórus által készített finom szendvicsek várták őket. Itt a tököliek különleges ajándékként saját dalaikat is előadták. Másnap a felújított ötvös kápolnában tartották a búcsú elővételezett miséjét, melyet Ercsi új plébánosa Tóth András celebrált. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a különleges helyszínen. Kecskétnek a másolatát is most már kihoztuk ide, és Szűzanya oltalmát kérve imádkozunk. Egyrészt azért, hogy hosszú időkön keresztül, minél hosszabb időn keresztül ez a kápolna egyfajta ilyen mini zarándok helyé lehessen itt a helyek számára, ahol szívesen kijönnek az egészségüket keresni, az életet keresni, legfőképpen azt az életet keresni, amit Krisztus hozott el nekünk. A szertartást megelőzően a kápolna díszítését az ercsi származású Lúgosi Bélány által készített kegykép másolatával is gazdagították. A távolság és a viharos szél ellenére a kápolna most is teljesen megtelt a misére. Augusztus 2. vasárnapján a kegytemplomban tartott szentmise részeként egy misztériumjáték bemutatására is sor került. Az egyik legfontosabb katolikus ünnepünkre ezúttal is sokan érkeztek nem csak helyből, de a környező településekről is. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottak vagy minden asszonynál! E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, s Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának hívják. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, s uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Hogyan válik ez valóra, hiszen férfit nem ismerem? A Szentlélek száll rád, a magasságbeli ereje borítve árnyékával, ezért a születendő szentet is Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod Erzsébet is fogant öregségében, s már a 6. hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Íme, az Úr szolgálója vagyok, s legyen nekem a te ígéd szerint. A szentmisét a korábbi évekhez hasonlóan most is Pányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke celebrálta. Püspök úr, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm városunkban, engedjen meg egy személyeset. Én úgy látom, hogy szeret ide járni, szereti a helyieket, és ezt a gyönyörű templomot jól látom? Valóban mindig öröm számomra, amikor elérkezik ez a nap, amikor Ercsibe jövünk, hogy a búcsút megünnepeljük. A templom nagyon szép, az egyházmegye egyik legnagyobb temploma, sok értéket képvisel, sok évszázadon keresztül imádkoztak benne. A hívek kérték Mária oltalmát, és tapasztalták is meg az imádság erejét, Mária oltalmának hatékonyságát. Látjuk, hogy a templom kicsit nehéz helyzetben van, külső pompájában bizony megkopott. Talán azt is mondhatjuk, hogy a templom látogatók száma is kicsit csökkent, de most mégis öröm volt bennem, mert
A templomot megtöltötték a búcsusok, szépen szólt az ének, szépen szólt az imádság, voltak gyerekek is, fiatalok is, felnőttek is, idősek is. Talán valami a régi időből visszajön, valamit meg tudunk őrizni, föl tudunk támasztani, hogy bennünk az a búcsúi kegyelem, amiért régen is idejöttek az emberek, és jönnek most is, eleven legyen és életet teremtsen. Püspök úr, ettől a hónaptól új plébánosa van az Ercsi Hitközségnek. Megtenni, hogy kommentálja a hírt? Péter atya, aki az előző plébános volt, egy más helységbe kértük, hogy vállaljon másik szolgálatot, és ide pedig András atya került a helyére, aki Székesfehérvárról jött, nagy lelkesedéssel, nagy buzgalommal, és úgy gondolom, hogy azt, amit az elődök építettek, tudja majd továbbvinni, sőt, ahhoz tud is majd még hozzátenni, hiszen így épül az élet, így épülnek az egyházközségek, a családok is így épülnek. A régiekét megőrizzük, hozzáteszük a magunkét, így lesz teljesebb. Hiszem azt, hogy András atya, aki fiatal ember, intelligens ember, a teológiát, hittudományt szerető ember, énekelni szépen tudó ember, össze fogja tudni gyűjteni a közösségeket, meg fogja tudni tölteni az ő közösségüket lélekkel és szellemmel, és azt várom tőle, hogy az a hitből fakadó élet, az legyen sugárzó innen Ercsiből. A templom elsősorban így fogja visszanyerni régi fényét. Mi szeretnénk, dolgozunk rajta, hogy megújuljon ez a templom. Erre nézve most időpontokat nem tudok mondani természetesen. Ez egy olyan nagy volumenű munka, ami nem csak anyagiakban kíván sok erőt, hanem szellemiekben is ezt végig tervezni, végig kutatni, megtalálni a megfelelő szakembereket, akik a különböző szakágakban a legtöbbet, legjobbat tudják nyújtani. Ez hosszú időbe telik, de rajta vagyunk, és hogy a tetőt megcsináltuk, biztos vagyok benne, hogy a többit is sikerül majd megtenni. Itt a kérdés ezeknek az ütemezése, mert a tervünkben az, hogy az egész templomot fel kell újítani. Nem csak Ercsinek egy érték, az egész egyház megyének, az egész egyháznak, magyarországi egyháznak is egy értéke. Itt a Duna mellett ezt a templomot, amely olyan gyönyörű helyen van, hogy messziről láthatóvá válik este kivilágítva, ezt a templomot mindenféleképpen meg kell őrizni. Azon vagyunk, hogy egymás után, ahogy a lehetőségek adódnak, ahogy a szakmunkások, a szakrestaurátorok a maguk kutatásával tudnak előre haladni, úgy fogjuk ezt a munkát végezni, és hát persze azoknak a pénzeknek a függvényében, amikre folyamatosan pályázunk, amiket folyamatosan kérünk, és én biztos vagyok benne, hogy meg is fogunk kapni majd. Püspök úr, végezetül mind mindig arra kérném, hogy kameránkon keresztül szóljon a hívekhez, az ercsi polgárokhoz. Nagy öröm számomra, amikor Ercsibe látogatok, mert egy kedves, szép városba jövök, ahol nagy hagyomány van, ahol az emberek szeretetben és békében élnek, és én azt kívánom, hogy ezt a szeretetet és békét őrizzék meg magukban. Kívánom, hogy tudjanak hitben élni. Hát ha tudnak, éljenek vallásos hitben, imádkozzanak, szeressék a templomot, járjanak a templomba, járuljanak szentségekhez. De emellett mindenképpen őrizzék meg azt a hitet is magukban, hogy van Ercsinek jövője, van az itt élő embereknek jövője, van a magyar családnak jövője, érdemes házasodni, érdemes gyerekeket vállalni, érdemes az életben küszködni, mert a küszködés által megyünk előre. Nehézségek mindig voltak és mindig lesznek. De hogyha mi hittel tudunk a nehézségekbe helytállni, akkor a nehézségek nem lehúznak, hanem megerősítenek, és föl fognak emelni bennünket. Kívánom, hogy Ercsi minden polgára így tudja megélni az Ercsi búcsúnapját, a városnapját, így tudja megélni a maga módján, közösségében, családjában ezt a napot. Legyen ez öröm, béke és áldás forrása mindnyájunknak.